Szijjártó Péter saját magának engedélyezi a luxus repülős hivatali utakat. Az átlátszó márciusban írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter három hivatalos útjáról, amelyekre egy holland luxus jetten repült tavaly. A magánrepülőgép bérlése ezekre az utakra összesen 264 millió forintba került az adófizetőknek. Ennek apropóján megkérdeztük a külgazdasági és külügyminisztériumot, hogy Szijjártó Péter milyen jogi felhatalmazás alapján repül különjáratú, bérelt magánrepülőgépekkel, de nem válaszoltak a megkeresésünkre. Cikkünk megjelenésének napján Szijjártó Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt, ahol az átlátszó által megírt bérelt repülős útjai is szóba kerültek. A műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogy miért volt szükség a holland luxusjet igénybevételére 264 millió forint közpénzért, a miniszter így felelt. Hát nyilván azért, hogy odaérjek. A honvédségi repülőgépek beszerzése és a törvényi háttér megteremtése után immár az állami vezetők és azok delegációi is utazhatnak honvédségi repülővel hivatalos célú külföldi útjaikra. Mi több? Az állandó személyvédelemben részesülők, mint például a miniszterelnök, a köztársasági elnök vagy a külpolitikával foglalkozó miniszter még magánútra is mehetnek honvédségi repülőgéppel, ha ezt a repülők katonai feladatai és egyéb kötelezettségei épp megengedik. Nem volt ez mindig így, és a honvédségi repülőgépek sem állnak mindig rendelkezésre. Ezért még hatályban van egy 2015-ben hozott kormányrendelet is. Ebben lefektették, hogy ha a hivatalos célú külföldre utazás repülőgéppel történik, akkor a miniszterek részére első osztálynak megfelelő áru repülőjegy vásárolható. Vagyis Szijjártó Péter külügyminiszter esetén is ez lenne a főszabály. A rendelet pontjai között azonban szerepel az is, hogy mindettől el lehet térni az illetékes vezetőjének engedélyével. El lehet térni, ha ezt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják. Ez a vezető, aki a főszabálytól való eltérést engedélyezheti, a külgazdasági és külügyminisztérium esetén nem más, mint Szijjártó Péter. Vagyis a miniszter saját magának engedélyezi, hogy magánrepülőgépet béreljenek neki a rendeletben meghatározott utazási juttatás helyett. Ráadásul a rendelet egyáltalán nem szabályozza, mennyiért bérelhetnek Szijjártónak külön gépet. Mindezek miatt Szijjártónak nem kell alkalmazkodnia a miniszterek számára igénybe vehető juttatásokhoz, hiszen a rendelet felhatalmazást ad számára arra, hogy mindenfajta költségmegkötés nélkül lássa el feladatait a saját munkatempójában. Így nem csoda, hogy a minisztert nem nagyon láthattuk még menetrend járattal hivatali útra repülni.